Szerda este 9 óra van, és véget ért a munkanapom, és ki is olvastam G.D. Salinger három korai történetét. Olyan túl sok mindent nem fogok róla tudni elmondani, mert hát ugye 63 oldalas, és három tényleg nagyon kis novellát tartalmaz, de hát vegyes érzéseim vannak velük kapcsolatosan, ugyanis picit ötletesebbnek vagy frappánsabbnak gondoltam volna ezeket a novellákat, de annyira nem voltak ütősek számomra. Egyébként G.D. Salinger, amikor fiatal volt, vagy hát amikor elkezdte az írói karrierjét, akkor a The New Yorker magazinnál házalt a novellákkal, de ők folyamatosan elutasították őt, ezért egy kisebb példányszámban megjelenő újságnál, a Story magazinnál sikerült először megjelentetni a novelláit, és az első novella címe volt A fiatalok, és ez ott jelent meg 1940-ben, és ugyanebben az évben jelent meg a második novella is egy egyetemi folyóiratban, az pedig a Menj fel Eddiehez, és az utolsó pedig az már a háború után jelent meg 1944-ben, méghozzá az is a Story magazinnál, és annak a címe pedig az volt, hogy egyszer egy héten ki fogod bírni. Na most az első az két fiatal, egy fiúnak meg egy lánynak a párbeszédéről szól, a második meg egy nagyon kellemetlen alak próbálja meggyőzni a saját lánytestvérét, hogy menjen fel Eddiehez, és a negyedik, vagy a harmadik pedig egy fiatal ember éppen a háborúba készül, és a feleségének javasolja, hogy egyszer egy héten vigye el a nagynényét moziba. Hát ezek a történetek vannak benne. Jól ír Salinger, biztos, hogy itt is már látszódott a tehetsége, de engem ezekkel annyira nem győzött. Salinger egyébként miután visszavonult az írástól, hevesen tiltakozott, hogy bármilyen rövidebb írását egy kötetbe gyűjtsék, úgyhogy ez a regény is, vagy ez a kis kötet is posztumusz jelenhetett meg. Ugye a Rozsban a fogót 1948-ban kötötte le a The New Yorkerrel, és 51-ben jelent meg. Szóval ezek már azért 10 évvel megelőzték a Rozsban a fogót. De egyébként a Glass családra vagyok nagyon kíváncsi, úgyhogy a Frennél Zoét szeretném majd nem sokára pótolni. És holnap pedig Schopenhauer, a szerelem metafizikája fog következni. Most nincs itt mellettem a könyv, de remélem, hogy azt is sikerül elolvasnom, és meglátjuk, hogy arról mi lesz a véleményem. Most péntek reggel van, és tegnap sikeresen kiolvastam Arthur Schopenhauer, a szerelem metafizikája című kis tanulmányát. Német filozófus volt, és a pesszimizmusáról volt híres, és ez a világnézete a metafizikai tanulmányain alapul. A világ, mint akarat és képzet című munkájában számos kérdésben állást foglal, és olyan témákat érint, mint a pszichológia, etika, esztétika, szerelem, szex és az öngyilkosság. És a Helikon zsebkönyvek sorozata ebből a tanulmánykötetből emelte ki a szerelem és szex fejezetét, amelyben Schopenhauernek az én véleményem szerint volt bőven igazsága, és egyébként teljesen érthető volt számomra a pesszimizmusa. Bár én azt gondolom, hogy ezt a két témát azért élesen nem különítette, pedig szerintem pontosan, hogy a férfi képes a szerelmet és a szexet külön lapra tenni, míg a nőknél ez a kettő jó esetben, egészséges lélekben azért összekapcsolódik. Kicsit belevette Darwin-féle evolúció elméletet, hiszen
nagyon lényeges különbség van a férfi és a női test között, ezáltal másképp működünk, és ez emiatt az érzelemvilágunk sem egyforma, és mindez nem sztereotípia, hanem biológia. És nagyon fontos rész volt, hogy a férfi a nő megszerzéséig, a kielégülés pillanatáig megszállott, és utána könnyen kiábrándulhat, míg a nőnél az első szerelmi aktus után kezdődik el igazán a mélyebb érzelem, és a nő a stabilitást keresi, ezért a női hűtlenség sokkal meghökkentőbb, mint egy férfié, akiben kódolva van az, hogy szétszórja a magjait. Aztán kifejtett, hogy az ellentétek miért vonzzák egymást, és mit keresünk a másikban, mi alapján tetszik meg nekünk valaki, és az egész ő szerinte lefordítható egy illúzióra, ami nem más, mint az ösztön. És szerintem ez a része nagyon-nagyon érdekes volt. Azt vallja, hogy az emberek elköteleződnek egymás mellett az illúzió hatására, de ha megszűnik ez az illúzió, akkor pedig kényszerítik egymást arra, hogy maradjanak egymás mellett, azaz állandosítják a nyomorúságot. Na, és akkor itt jön ki az, hogy mennyire pesszimista volt Arthur Schopenhauer. Érdekes volt, annak ellenére, hogy ez egy filozófiai tanulmány, egyáltalán nem volt nehéz olvasni. Érvelt néha egy-egy irodalmi művel, és rögtön egyébként az elején azzal kezdi, hogy a költők állandó témája a szerelem. Hála az égnek, mert legalább ők így ki tudják fejezni néhány sorban azokat az érzelmeket, amelyeket mi magunk is érzünk, csak hát megfogalmazni nem nagyon tudjuk magunk előtt. De erre a költők nagyon alkalmasak. Akkor a következő, amit ma fogok olvasni, az Viktor Pelevin Sárganyia című műve lesz. Az ég adta világon semmit nem tudok róla, annyit tudok róla, hogy Viktor Pelevin egy orosz kortárs író. Hogy miről szól ez a mű? Arról fogalmam sincs. Bár érdekes ez a borító. Fogalmam sincs, mit akar ábrázolni. Majd jövök és beszámolok erről a regényről is. Vasárnap délelőtt van, és az elmúlt két napban ugyan nem tudtam bejelentkezni, de kiolvastam pénteken Viktor Pelevintől a Sárganyílt, és szombaton pedig Mark Twaintől az Ádám és Éva naplóját. Ez tetszett, viszont előbbi egyáltalán nem győzött meg. Viktor Pelevin orosz kortárs író, aki posztmodernista stílusával lett híres, és a popkultúrát keveri a fantasztikummal, ez az, ami rá jellemző, és engem ő már nagyon érdekelt, igaz, hogy valószínűleg nem ezzel a két korai novellájával kellett volna kezdenem, de hát ugye a kihívás az adott volt, és hát sajnos egyáltalán nem jelentett számomra sem jó kikapcsolódás, sem jó olvasmányélményt, teljesen elvesztem benne, és ez a fajta abszurd, azt hiszem, hogy hozzám egyáltalán nem áll közel. Két novellát tartalmaz ez a zsebkönyv, ami egyébként a 83. volt, szóval nem is olyan régen jelent meg. A Sárganyír, ugye a címadó novella van benne, illetve a Remete és a Hatújú. Hát mindkettő nagyon abszurd és nagyon szürreális volt. Előbbi egyébként jobban tetszett, az 1993-ban íródott, és egy semmibe száguldó vonaton játszódik a történet, ahol az emberek meghalnak, új szerelmek születnek, üzleteket kötnek, majd aztán csődbe mennek, és az emberek nem emlékeznek arra, hogy felszálltak volna erre a vonatra, viszont azzal tisztában vannak, hogy nem tudnak róla leszállni. És fogalmuk sincs arról, hogy ez a bizonyos vonat, amely a sárga nyíl, hogy merre halad, és semmit nem tudnak igazából, hogy miért vannak ezen a vonaton. Nem lázadnak a sorsuk ellen, beletörődnek, és próbálnak alkalmazkodni egy vonaton való léthez. Na most ez egy allegória, egy metafora az orosz valóságra, amikor is az emberek ugye nem tudtak kimenni az országból, de hát mégsem lázadtak ez ellen, mert ez volt a természetes számukra. Ez egy érdekes metafora, csak az a baj, hogy nagyon sokszor én nem tudtam ugye a párhuzamot, hiszen annyira azért nem ismertem
a Szovjetuniót, meg Oroszország 90-es évek elejét sem, úgyhogy így úgyhogy sokszor elvesztem menni, és számomra érthetetlen volt. De fordítva vannak számozva a fejezetek, amit szintén nem tudtam megfejteni, hogy miért, és próbáltam utána nézni, de hát nem találtam meg. Talán azt jelenti, hogy ugye rajta van az, hogy a múlt egy mozdony, amely maga után húzza a jövőt, tehát lehet, hogy ennek van egy jelentése, vagy egy jelentősége. Belevinnek egyébként valószínűleg Kafka volt az egyik példaképe, ugyanis a Sárga nyilván is megemlíti őt, és hát a Per jutott róla eszembe, mert az is egy ilyen rémálomszerűen hatott, mint a Sárga nyilván című novella, és az is egyébként a Helikon zsebkönyvekben megjelent, és ugyanilyen sárga színe volt annak is. De egyébként sokan hasonlítják Vonnegut-hoz és Bulgakovhoz. És Bulgakovtól még nem olvastam, Vonnegut-tól igen, és azért én picit azért Vonnegutot ennél jobbnak tartom, legalábbis amennyit olvastam tőle. A másik novella az a Remete és a hatújú, ez két csirkéről szól, akik már éppen levágás előtt vannak, de ők szeretnének megtanulni repülni, azért, hogy ne kelljen ilyen halált halniuk. Őszintén szóval én már az elején elvesztem benne, és nem is igazán találtam meg a fonalat. A buddhizmus tanait próbálta itt megragadni az író, illetve az igazságtalanságot, hogy a hatalom mennyire hülyének nézi az egyéneket, akik nem is olyan ostobák, mint azt feljebb valóik hiszik. Hát én ezt annyira nem tudtam megfejteni, megmondom őszintén. Valószínűleg rosszkor olvastam, nem jó hangulatban, nem tudtam annyira odafigyelni rá, ez lehetett a baj. De unalmas volt nekem, és alig vártam, hogy befejezzem, mert néztem, hogy hány oldal van hátra, és az soha nem jó egy olvasmánynál szerintem. Úgyhogy ez volt Pelevin, és a másik pedig Mark Twain, Ádám és Éva naplója volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon humoros írás, van benne egy kis cinizmus, van benne egy kis tragikusság, és ami még van benne, az egy kis romantika, de nagyon egyedi stílusban megírva. Mark Twaintől még soha nem olvastam, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon tetszett, hogy meghozta a kedvemet a többi könyvéhez is. Ez egy nagyon rövid alkotás, körülbelül 45 perc alatt elolvastam. Az első felében Ádámot ismerhetjük meg, és az ő szemén keresztül látjuk, hogy hogyan teremtődött a világ, és aztán hogyan lép az életébe Éva, és mit jelent számára az, hogy kiüzettek az édenkertből, meg születnek a gyerekeik, mindez nagyon humorosan megírva, és aztán a második felében pedig Éva meséli el az ő történetét, ahogy Ádámot megismerte, és ahogy lenyűgözte a lénye, bár Ádámot ő butának tartja. És egyébként ő azt mondta, hogy szerette volna legyünközni Ádámot, és ő bár almákat akart neki ajándékozni, hát nem restelt a tiltott fáról is reszedni azért, hogy Ádámot megajándékozza. Ez is nagyon humoros volt. Igazából itt Mark Twain azt akarta megragadni, hogy a férfi és a nőnek mennyire más az érzelem világa, és hát valóban ilyen hát sztereotípiára le lehet ezt fordítani. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt, mulatságos volt olvasni, és ez egyébként a 35-ös zsebkönyv volt, és most, amit már elkezdtem olvasni, és most már hát már elhagytam a felét, az Jane Austen Catherine című kis kötette, ami egyébként a korai írásait tartalmazza, és hát van ebben mindenféle ilyen kis drámaszösszenet, amit elkezdett írni, kis novellák, illetve hát valószínűleg ő levélregényeket szeretett volna írni, mert abból nagyon sok ilyen részletet tartalmaz ez a kis kötet,
Jövök nem sokára, és beszámolok róla, amint elolvastam. Vasárnap délután van, és befejeztem Jane Austen Catherine című kis kötetét. Az előbb rosszul mondtam, mert ugye nem Catherine, hiszen A van benne, és nem E a címben. Minden esetre érdekes volt így megnézni, hogy Jane Austen egészen fiatal korában miket alkotott, ugyanis ez a gyűjtemény, ez 11 éves korától, egészen 17 éves koráig íródott, ez nem a teljes egyébként, ez a Helikon kiadás. Ő ilyen kézírásos három kötetes füzetben őrizte ezeket, amelyek egyébként, hát ugye, ilyen töredékek gyakorlatilag, történetfüzérek, ugyanis tartalmaz elviekben, ez nem tartalmaz, de az igen, verset is, dráma van benne, ugye, mint mondtam, rövid, apró történetek, és hát levélregénynek induló írások is vannak benne, és ugye itt van ez a Catherine, ami egyébként regénynek indul, de hát nem fejezte be Austen. És az angol királyokról is nagyon jó stílusban, szellemesen, kicsit gúnyosan írt. Nagyon sok angol királyról így időrendi sorrendben. Nekem egyébként ez különösen tetszett. És hát ugye a Catherine című, hát inkább mondom novellának, mert az inkább így novella. És ami biztosan igaz, az az, hogy Austen már gyermekkorában is folyamatosan árgus szemekkel figyelhette a környezetét, hiszen belőlük merítette ezt a sok fikciós történetet, és az biztos, hogy akkoriban tényleg az volt a legfontosabb a fiatal lányok életében, hogy hogyan mennek férjhez, és állandóan ez lehetett a téma közöttük, illetve egy másik nőnek, lánynak a kritizálása. És hát ami nagyon számított ugye náluk, hogy az a férfi, az vagyonos legyen, és hát a férfinek is számított ez kölcsönösen, tehát azért nem lehetett csak úgy házasodni, és hát akkoriban még a szerelmi házasságok sem voltak azért megszokottak, tehát nagyon sokan úgy kerültek össze, hogy a szülők elrendezték. Na, Catherine, ez egy nagyon-nagyon kis szellemes, írás, én nagyon-nagyon jót mosolyogtam rajta, többször is. Ahhoz képest, hogy nagyon fiatal korában írta, és szerintem valószínűleg semmit sem tudott még a szerelemről, ahhoz képest ez egy nagyon kis bölcs, kis ötletes, kifinomult írás, és hát nagyon tudtam azonosulni a főszereplővel, és nem csak amiatt, mert Kitty a beceneve, hanem amiatt is, mert nagyon sok gondolata, érzelemvilága egyezik az enyémmel, és egyébként volt benne egy ilyen mondat, ezt felolvasom, hogy, vagyis nem mondat, hanem egy kis bekezdés, hogy Kitty nagyon sokat olvasott, bár talán nem elég elmélyülten, ezért nagy örömmel hallotta, hogy ez Miss Stanleynek is kedves időtöltése. Tudni szerette volna, hasonlóan vélekednek-e a könyvekről, így hamar hozzálátott, hogy új ismerősét kifaggassa, és bár ő maga elég járatos volt a modern történelemben, inkább könnyebb irodalmat választott, olyan könyveket, amelyeket a legtöbben ismertek és szerettek. Most pedig akkor röviden elmondom, hogy miről is szól ez a történet. Ugye a főszereplőnk Catherine, azaz Kitty Percival, árva és nagynénye nevelte fel, Mrs. Percival, aki rettentően szigorú vele, és éppen elveszítette Kitty a legkedvesebb barátait, Ceciliát és Maryt, akiknek apjuk halála után el kellett hagyniuk az otthonukat. Ceciliát Indiába küldték, hogy feleségül menjen egy sokkal idősebb férfihoz, nyilvánvalóan nem szerelembe, míg Mary társalkodó nőnek szegődik egy távoli rokonhoz. Amíg még együtt voltak a lányok, addig fákat ültettek Mrs. Percival kertjében, amely mostanra már egy lugassá alakult, és itt ez a legfőbb menedéke Kittinek, itt szokott olvasni rengeteget,
És bár a könyvek nagyon jó társaságok, de azért mégsem helyettesíthetik a valódi személyeket, és Kitty nagyon megörül annak, amikor új társaságot kap Camilla Stanley személyébe, aki családjával együtt érkezik hozzájuk látogatóba, ám hamar ráébred arra, hogy teljesen különböznek egymástól, és így az unalom folytatódik Kitty számára. Igen ám, de aztán bált rendeznek, és megérkezik váratlanul beállít Camilla bátyja Franciaországból, Edward, és azonnal lenyűgözi Kittyt. Igen ám, de ez a fiatalember bizony szeszélyes, megbízhatatlan, és kiszámíthatatlan, és nem biztos, hogy az, akinek mutatja magát, és hát a nagynéni pedig természetesen nagyon félti Kittyt. Ugyan ez nem egy befejezett regény, de a történet kap lezárást, és hogyha elolvassátok, akkor kiderül számotokra, hogy Kitty és Edward vajon egymásra találnak-e, és egyébként később ezeket a karaktereket Austen felhasználta, csak más névvel látta el őket a többi regényében. Ezzel véget is ért a 7 nap 7 könyves kihívásom, amelyet ugye a Helikon könyvekkel készítettem, és fel is állítottam a sorrendemet, amelyik a legkevésbé tetszett, az Viktor Pelevin Sárga Nyíl, aztán nagy bánatomra G.D. Salinger három korai története sem tetszett úgy igazán, illetve hát nem adtak semmi maradandót, hiszen nagyon rövidek voltak. Aztán a következő Mark Twain, Ádám és Éva naplója, bár ez már a jobbik kategória, mert ez egy mulatságos, aranyos kis szatirikus történet, de nagyon tetszett Arthur Schopenhauer és a szerelem metafizikája, és hát ugye Jane Austen Katherine-je, és hát a két kiemelkedő alkotás, amit tényleg mindenkinek javaslok elolvasásra, mert szerintem azt gondolom, hogy aki kicsit szereti a szép irodalmat, annak ez a két mű nagyon tetszene. Az egyik a saknovella, és az első és legfontosabb, ami egyébként most már a kedvenceim közé került, az Hermann Hesse Siddhartha című könyve. Remélem tetszett nektek ez a videó. Hamarosan jövök egy újabbal, valami újabb ötlettel, lehet, hogy egy újabb kihívással majd meglátjuk. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!